Hello, with you. Szehaszám, mi ez? Jól vagy? Aha. Kis csillezésben vagyok. Egyedül kiközösített, tehát az egész csapatot nem semmi vagy. Nem, kicsit így el szoktam vonulni így a természetbe, kicsit így flow-ba vagyok. Tényleg? Elgondolkozok, aha. Ugyanezt szoktam csinálni. Nagyon sokat számít. Napi 20 perc, nekem ez muszáj, kell. Ez mi a helyzet feléd? Ez a fésű a kezedben. Ja, hát Lilla megígérte, hogy befonja a hajamat, de elaludt. Ha gondolod, nem szívesen megcsinálom neked. Most szivat, nem? Nem, nem szivatlak. Halál komolyan megcsinálom. Nekem van két nővérem, és hát ugye nekik felváltva fonogattam hajukat, úgyhogy volt egy kisebb-kis pár éves rutinom már ezzel kapcsolatban. Mindenki egyébként, akinek mondom, hogy tudok olyat fonni, az nem viszi el, hogy úristen, te tudsz ilyet. Hát igen, tudok ilyet is. Aztán mesélj magadról egy kicsit. Hát, én egy harcos nő vagyok, küzdősportoló, ahogy te is. Aha, hallottam. Gyerekkorom óta igazából sportolok, nagyon sokat. Kicsit fönt emlékszik, köszönöm. Az hogy jött neked a judo? Hát úgy, hogy apukám az edző. Aha, nem mondta, tényleg, de, az tök menő. Családom van. Úgyhogy így igazából nagyon jó mesterem is volt egyben. Bár nyilván voltak nehézségek is, ugye, hogy nem feltétlen tudott azonosulni csak az apai szerepel, szóval azért mindig ott volt az, hogy ő az edzőm is egyben. Aha. Ezért volt úgy nagyon-nagyon kemény gyerekkor, de inkább nem azt mondom, hogy kemény, hanem nagyobb volt a szigor, a fegyelem, minden. Akkor nem, neked sem volt egy egyszerű gyerekkorod, hát nekem is mindenél is meg kellett harcolni, tehát én nagyon sokat fájtoltam mindenkivel igazából itt az életem során. De hát látod, te is eljutottál oda, ahol te szerettél volna. Én is most jelenleg ott tartok, ahol már szerettem volna tartani, úgyhogy... Gondolom neked is azért volt nagyon-nagyon sok csalódás, kudarc, hát pofon az élettől, volt, igaz? Azért egy pár ilyen. Igen. És most te hogy érzed? Mert én, amiket kaptam, még hogyha akkor nem is éreztem jogosnak, most utólag azt mondom, hogy kellett, hogy azzal legyek, aki most vagyok. Hát én nekem is 12 éves voltam, amikor először kaptam az első nagy pofont az életemben, az utcán volt. Vártam anyjaikat edzés után, és akkor átkaptam, hogy elrepett az arcsontom. Igen. És akkor egy kicsit így megváltozott a hozzáállásom, így a küzdősporthoz egyébként. Tudod, sokáig ilyenkor az van az emberben, hogy hát majd jó megverem majd, meg minden ilyesmi. Most meg már így felnőtt fejjel, már úgy vagyok vele, hogy inkább kezet fognék vele, hogy azt a pofont, azt ott megkaptam, és így észhezt értem még időben. Én azt látom, Andrison, hogy egy nagyon erős férfi, de látom, hogy mögötte nagyon nagy szíve is van. És azt érzem, hogy még ha csak pár napja is van itt, mintha tudnék vele egy kicsit azonosulni. Nagyon sok mindenben, sőt, eddig szinte mindenben egyetértettünk, ugyanúgy látjuk a dolgokat, és mint kiderült, nagyon sok közös is van bennünk. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.